Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Belpolitikai kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk, méghozzá Závec Tiborral, a Závec Research Piac és Társadalom Kutató Intézet alapító ügyvezetével, és Rutyis Bálinttal, a Média Nézőközpont elemzőjével. Mindketten itt vannak velünk a vonalban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadják a hívásunkat. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok én is! A témánk pedig az ellenzéki előválasztás, illetve a mostani belpolitikai helyzet, és akkor kezdjük is rögtön azzal, hogy azt látni, hogy bár korábban azt ígérték folyamatosan az ellenzéki szereplők, hogy minden választókerületben majd sok színű és sok jelölt közül választhatnak az állampolgárok, egyre inkább látjuk, hogy különböző alkukat kötnek, visszalépnek egymás javára, és úgy tűnik, mintha mégiscsak a háttérben egyeznének meg. Hogy látják, ez mennyire szerencsés az előválasztás szempontjából? Rutyis Bálintot kérdezném először. Én úgy gondolom, hogy az előválasztás kapcsán itt nagyon fontos azt megnézni, hogy mi volt az ígéret. Tehát ugye itt az ígéret úgy szólt, hogy ugye a ellenzéki pártok lényegben felkínálják azt a lehetőséget az állampolgároknak, hogy részt vegyenek egy előválasztási folyamatban, és döntsenek arról, hogy ki képviselje a kerületet. Ez volt az egyik legfontosabb ígéret az egész folyamatnak. Most magának a döntésnek ugye akkor van értelme, hogyha ezzel az illető tudja befolyásolni a történéseket. Itt olyan helyzetben dönteni, amikor a döntésnek nincsen hatása semmire, az egy értelmetlen döntés, egy értelmetlen folyamat. Önmagában az egész előválasztásra nem mondhatjuk azt, hogy nem lennének döntési helyzetek, viszont szerintem azt valamelyest kijelenthetjük, mert ugye itt még az előválasztás ugye még csak össze fog sor kerülni rá, de valamelyest már kijelenthetjük, hogy a 106 egyéni választókerület többségében elsősorban a párthalkuk fognak dönteni, és lesznek olyan kivételek, ahol valódi döntési lehetőség is rendelkezésre áll az ellenzéki szavazóknak. Csak azért, hogy nagy a levegőbe beszéljek, néhány példát hoztam, remélem ezek még frissek, aktuálisak, mert hát ugye egymás után jönnek a különböző bejelentések, a visszalépésekről. Budapesten Varjú Lászlónak talán még nincs is ellenfele, Borsodba Bolyzenpén megyében Erdély Sándor Zsoltnak, művész nevén Rukker Zsoltinak szintén nincs ellenfele, vagy Pesten, Pest 9-es választó közvetében Smukers és Sébetnek nincsen ellenfele, tehát ott még jelen pillanatban versenyről sem beszélhetünk. Vannak olyan körzetek, ahol úgymond idézőjelbe véve sor kerülhet versenyre, de itt jól láthatóan van egy jelölt, aki mögé szinte beállt mindenki, a jelölt jól ismert, míg vele szembe egy teljesen ismeretlen, szinte senki által nem támogatott induló áll. Tehát itt is ugye gyakorlatilag tudjuk már, hogy szinte mi lesz az eredmény, ugye Budapesten tel kapcsolatban két példát is hoznék, Szabó Tímjának, Hiller Istvánnak különösebben nem kell aggódni az előválasztás miatt, de Békés egyben Stummer Jánosnak sem. Viszont ahol, és itt jönnek a kivételek, ahol akár sor is kerülhet versenyre, és az ellenzéki szavazók ténylegesen is beleszólhatnak a döntésekbe, az ugye itt Budapesten a Hatházi Ákos, Tóth Csaba párharc, Szombathelyen én szerintem Ungár Péter, Cejdédi Csaba küzdelem lehet még érdekes, vagy visszatérő Budapestre Kálmán Olga és Tordai Bence közti küzdelem lehet még döntő jelentőségű a szavazók szempontjából. Úgyhogy én összességében úgy látom, hogy a választókörzetek többségében a pártalkuk döntenek. Azon szavazók számára, akik elhitték azt, hogy valóban dönthetnek az esetek többségében, azokban egy tüske maradhat emiatt. Lesz néhány kivétel, ahol viszont lehetőséget kapnak arra, hogy egyik vagy másik jelölt mellett érdemben tudják befolyásolni az erőviszonyokat. Závec Tibor? Hú, sok mindent szeretnék reagálni. Az első az, hogy aggodalomra semmi ok, tehát nyilvánvaló, hogy az előválasztásnak van egy ideáltípusa, vagy volt egy ideáltípusa, amit a kollégám elmondott, hogy körülbelül ez a mindenki indul, és akkor tényleg egy igazi versengés lesz, ezt a civil szférából is erőteljesen megfogalmazták ellenzéki attitűddel rendelkező polgárok, hogy ez milyen jó lesz, mert a pártok mellett esetleg ők is el tudnak indulni. Tehát van ez az ideáltípus. Van egy másik műfaj, és nekem a politikában az leszögezem, hogy ugyanúgy belefér, tehát részének tartom,
amikor egy pártelnök, aki mondjuk adott esetben miniszterelnök, de itt a pártelnöki funkciója a fontos, találkozik emberekkel, jelöltekkel, 106 jelöltel, és megbeszélik, hogy akkor ő lesz a jelölt. Tehát ugye érezzük, hogy a két dolog között óriási különbség van. Tehát van az ellenzéki ideáltípusos választás, hogy sokan indulnak, kiforja magát nagy versengés, és van az, amikor a pártelnök kijelöli valamilyen szempontok alapján a induló jelölteket. És még egyszer mondom, nekem a politika világában minden belefér, tehát nyilvánvalóan úgy nem kell tennünk, hogy ez probléma lenne, ha pártalkuk vannak, vagy pártvezetők döntenek politikai kérdésekben, vagy személyzeti kérdésekben. Tehát ez, szerintem ez az alaphelyzet. Most a mostani ellenzéki előválasztás, ugye ez valahol a két, az ideáltípusos verziója és a másik említett kijelöléses módszer között van. Vannak tárgyalások, van, ahol ezek sikeresek, van, ahol különböző, mindenhol másféle kombinációk vannak, de a választópolgárnak szerencsére nem kell megjegyeznie az összes kombinációt. Nekünk se egyszerű, elemzőknek, hogy akkor melyik választókerületbe, melyik párt lépett vissza egy másiknak a jelöltje. Minden választópolgárnak ott azt az egyet kell megjegyezni az előválasztásra. Előttem van egy adatsor, ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Ja, az év elején volt egy nagy 5000 fős felmérés, amiben volt egy ilyen kérdés, hogy az egyéni képviselőjelölteket előválasztásos módon, tehát ez az ideáltípusos módon kell kiválasztani, vagy a pártok vezetői egyezzenek meg erről. És itt ez az adatsor előttem van, és ebben az ellenzéki szavazók végül is az ő véleményük számít most. Az ellenzéki szavazók 56% azt mondta, hogy tárgyalásos úton kerüljenek a jelöltek valahogy az előválasztási folyamatban, vagy a jelölt kiválasztás nem is feltétlenül szükséges előválasztással, hanem legyen egy szokásos tárgyalásos forma, az se egyszerű, 6 párt tárgyal. És az előválasztásnak 39%-os támogatottsága van. Tehát az ellenzéki szavazók egy picit azért másként gondol. Én szerintem ez az adatsor is befolyásolja azt, vagy befolyásolta azt, hogy végül is mi történt. Tehát ez egy nagy mintás kutatás volt, és én azt gondolom, hogy ezeket komolyan kell venni. Tehát az, ami végül kialakult, hogy vannak olyan igazi versengések, ahol tényleg, ahogy le volt írva az elején, ahogy szerették volna, indul több jelölt, ez az egyik verzió, és van nagyon sok hely, ahol egy vagy két jelölt van. Én az egyről egyébként Hiller Istvánról tudok, ahol mindenki felsorakozott. Azt gondolom, hogy a többi választókerületben azért valaki majd még lesz. Tehát itt azért még tárgyalásokon, tehát a Spuker Zsébetét említett a Bálint, meg még párat, tehát azt gondolom ott lesz. Tehát a lényeg, hogy hát ez így alakult. Egy a fontos ebben, hogy mégis van valami versengés, hogy itt ellenzéki pártok hol együttműködnek, hol versenyeznek, ez egy nagyon nem egyszerű állapot. Ilyen a magyar politika történetben parlamenti választásokat megelőzően nem volt, tehát ugye csak Budapesten voltunk tanúi előválasztásnak, kerületinek, illetve fővárosinak. Ez pedig egy nagyon-nagyon más dolog, szerintem üdvözítő, annyit lehet várni tőle, amennyi történni fog. Tehát nem tudjuk, nincs rá példa, sikerülhet jól, sikerülhet kevésbé jól, nyár van és meleg van, nem ideális az időpont nyilván a kampányra. Ami viszont nekem, és akkor befejezem, az egészből még fontosnak látszik, hogy a miniszterelnök jelölti versengés az moderáltnak tűnik. Tehát ott kevesebb ez a rossz ízű csatározás, aminek néha így vagyunk olvasói a választókerületekben. Talán néha Márki-Zay Péter vagy Fekete Győr Andrásnak van egy-két olyan kiszólása, de alapvetően... Van, persze. De aztán nyugvó pontra tér, így van, tehát például a Fekete Győr András kritizálta a Jakab Péternek bizonyos mondatait, de aztán még aznap, hogy mondjam, vált vetve kiálltak egymás mellé, hogy őnekik közös az ügyük. De én azt gondolom, hogy a fókusz mindenképpen arra megy, és a lényeg az, hogy a fókusz megy az ellenzéki előválasztásra, és az ellenzékre ez ráfér.
Ha már a miniszterelnök jelölti választást említette, akkor itt lennék kíváncsi arra, hogy hogy látják, valóban el fog jutni ez a tényleges előválasztásig, vagy elképzelhető, hogy lesznek visszalépések már az ellenzék jelölválasztás előtt, és akkor mondjuk Karácsony Gergely mindenfajta nagyobb verseny nélkül lesz a miniszterelnök jelölt. Rotyis Bálint? Tudja az, hogy őszig, mert ezt így tényleg nehéz megjósolni. Én szerintem, ami látszik, és amit azért ki lehet jelenteni nagy bizonyossággal, hogy miniszterelnök jelölti előválasztása ténylegesen sor fog kerülni, tehát vannak versengő felek. Úgyhogy megnézzük, ugye Karácsony Gergely, Kálmán Olga, és talán még Jakab Péter az, akik így vagy úgy, de komolyabb támogatottsággal rendelkeznek. Tehát szerintem közöttük lehet egyfajta, úgymond őszinte verseny is, minden további nélkül. A kisebb jelöltek kapcsán, hogy ők visszalépnek-e, vagy versenyben maradnak, ez egy nagyon jó kérdés. Úgyhogy, ha versenyben maradnak, abban az a előnyük származhat, hogy ők is a különböző vitákon részt vehetnek, arcukkal, szavaikkal megjelenhetnek a média előtt, tehát ezáltal a saját táborukat, saját pártjukat tudják népszerűsíteni. Én úgy gondolom az, hogy Fekete Győr András, vagy a többi úgymond kisebb támogatottságú jelölt néha erősebb kijelentéseket tesz, az annak is köszönhető, hogy ők is érzik, hogy ők valószínűleg nem esélyesek a miniszterelnök jelölti pozícióra, de a nagyobb jelöltek, Karácsony Gergely, Kálmán Olga vagy Jakab Péter, szerintem közöttük kialakulhat egyfajta erősebb verseny, főleg Karácsony Gergely és Kálmán Olga, Dobrev Klára között. Závész Tibor? Hát ez egy nagyon izgalmas versengés lesz. Visszalépésre nem gondolok az első forduló előtt. Tehát azt gondolom, hogy így megindulnak a jelöltek, elkezdték ugye a kampányaikat, mindenki más módon, valaki nagyon fizikai megjelenésekkel, valaki inkább a médián keresztül kampányol. Tehát egy nagyon eltérőek ezek a módszerek, ez attól is függ, hogy milyen közönséget akar megszólítani, a láthatóságot mennyire kell növelnie valakinek, tehát hogy ez egy nagyon eltérő politikai marketing stratégia, amit követnek a jelöltek. Tehát én azt hiszem, hogy az első forduló előtt nem lesznek visszalépések mostani tudásom és elképzelésem szerint. A második fordulóra ráfordulva a továbbjutó jelöltek, ami ugye a szintén mostani mérések szerint Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Jakab Péter lehet, ott elképzelhető, hogy ismét a pártalkuk valamit majd hoznak magukkal, mindig lehet meglepetésekre is számítani, tehát szerintem ez itt nagyon jó stílusban és egymást tisztelve ezek a jelöltek el fognak jutni a első forduló végéig, azt mindenki deklarálta, hogy el fogja fogadni az eredményt. Szerintem itt nem lesznek sértettségek. Azért sem lesznek sértettségek, mert a pártok, és megint jön a tárgyalásos technika a pártok, amennyiben egy pártnak a jelöltje mondjuk lemarad valamennyire az előválasztáson, még mindig ott van számára, mármint a miniszterelnök jelöltje, ott van az esély, hogy a listán, esetleg ezt a lista összeállítás, akkor, ami csak akkor fog bekövetkezni, amikor véget ért az előválasztás teljes folyamata, az országos listán, hát ha sikerül neki valamilyen módon kompenzálnia. De nem lesz ilyen egyszerű a helyzet, mert akik még nagyon nyernek az előválasztáson, ott nyilván azt mondják, hogy lám-lám ők a legerősebbek, és akkor listán is több helyet fognak követelni. De hát szerintem ez egy ilyen normális politikai folyamat. Elemző izgalommal nézi, hogy milyen új megoldások lesznek itt a magyar politika világában az eddigi 31 néhány évhez képest. Mennyire szerencsés az, hogyha a miniszterelnök jelöltek tulajdonképpen tartózkodnak attól, hogy éles vitákba kezdjenek egymással, vagy markáns kampányt folytassanak. Hiszen nyilván, hogyha lenne egy, tehát jobban körvonalazódna, hogy ki miben különbözik, és ki miben erősebb vagy gyengébb, annak talán komolyabb mozgósító hatása lehetne. Most meg egyelőre kívülről nézve nagyon unalmasnak tűnik a kampány. Mennyire maradhat ez így? Rotyis Bálintot kérdezném. Én úgy gondolom, hogy akik egy előválasztásban részt akarnának venni, hogy legalábbis jobban megszólítva érzik magukat, azok egyébként is elközdelezett ellenzéki szavazók. Mert ők valószínűleg is ismerik
az ellenzéki szereplőket, mondjuk egy bizonytalan szavazó, aki mondjuk évente egyszer foglalkozik politikával, vagy négy évente legfeljebb egyszer, számukra ez valóban így kevésbé érdekes lehet, és hogy azáltal, hogy nincsenek éles viták, az valóban megnehezíti azt, hogy kijöjjenek a különbségek. Azért azt figyelembe kell venni ugye ilyenkor egy vita kapcsán, hogyha viszont nagyon erősen kijönnek különböző vitapontok, azok ugye éket verhetnek egy együttműködés, vagy ha nem is vernek éket, de úgymond megvilágosítják azokat a pontokat, ahova ékeket lehet verni, és ugye ne felejtsük el, ez egy politika, egy olyan műfaj, ahol az különböző szembenálló felek és pártok kihasználják egymás gyengeségeit, és nyilván, hogyha hát a Fidesz-KDNP is azért ugyan maga nem vesz részt az előválasztásban, de aztán az országgyűlési választásban részt fog venni. Tehát valószínűleg az ellenzék nem szeretné ezeket a gyenge pontokat mindenáron felmutatni. Tehát én úgy gondolom, hogy emiatt nagyon éles, nagyon kritikus vitákra nem kell számítani. Biztos lesznek olyan részelemek, amikkel elvitatkoznak, amiben másként gondolkodnak, és ezáltal próbálják az ellenzéki szavazókat a táboron belül átcsoportosítani egyik-másik irányba. Úgyhogy én napjában egy ilyen visszafogottabb vitára számítok itt az ellenzéki jelöltek kapcsán. Úgyhogy én szerintem, akik nagyon bizonytalanok, azokat nem elsősorban ezek a viták fogják már meggyőzni, hanem majd a tényleges országgyűlési kampány lesz az, ami majd mozgosítja azokat a szavazókat is, akiknek nincsen nagyon egyértelmű preferenciájuk. Závetsz Tibor? Igen, az ellenzéknek nincsen egyszerű dolga, mert úgy kell valahogy versengést mutatnia ebben az előválasztási folyamatban, hogy közben a választópolgár azért arra is figyeljen, hogy ez egy közös projekt, és ez egy közös formáció, amelyik az igazi, a parlamenti választáson majd egységes erőként megy szembe a fideszes jelöltekkel. Tehát, hogy ez egy nagyon nem egyszerű dolog, hogy lehet ezt a megszüntetve, megőrizni dialektikát használni most a politikának ebben a fázisában, mutatni különbséget, de annyira azért ne, hogy veszekedésnek látszódjék a vitájuk, és erre is nagyon kevés a tapasztalatunk a fővárosban. Ugye elég jól működött, volt néhány vita, ahol azt nem mondom, hogy elbeszéltek egymás mellett, de a véleménykülönbségeket tényleg csak nagyon a politikát követő emberek tudták fölfedezni, és azt gondolom, hogy itt is tényleg valami ilyesmi van. Ezzel az első forduló éppen ezért egyetértek a kollégával, hogy ez egy ilyen erős elkötelezettségű szavazóknak a versengése lesz. Tehát ők döntik majd ezt el, valahogy nagyon kevesen lesznek, akik a viták hallatán fognak majd esetleg átlandolni egyik jelöltől a másik jelölthöz. Szoktuk azt mondani, hogy ez egy mozgósítási verseny lesz, ezt most is állítom én is, tehát hogy amelyik pártnak van egy erőteljes aktivista hálózata, amelyik az országot át tudja fogni, vagy le tudja fedni, azoknak a jelölteknek nagyobb esélye van, mint akiknek ez a lehetőség nem nyílik meg. Tehát én azt gondolom, hogy éles vitákra valóban nem lehet számítani. Ami még érdekes lehet, hogy minden jelölt valószínűleg valami olyan topikot, témát fog a fókuszba rakni, ami annak a tábornak, ami eleve az övé, amiről ő tud, hogy az övé az ő számára lesz releváns, adekvát. Jakab Péter járja a kisebb településeket most, nyilvánvaló, ami témákat ő most ott fölvet, azok nagyon különböznek attól, mondjuk, amivel Fekete Győr András kampányon, mondjuk Budapesten, nagyvárosokban, vagy épp az Európai Unió különböző politikusaival, és akkor a kommunikációból ezeket látjuk. Tehát, hogy nyilvánvaló, ha a témák is különbözni fognak, ha a témák meg azonosak, mondjuk jogállamiság, most mondok egy példát, ennek a megfogalmazása Jakab Péter részéről egész biztos, hogy másként fog hangozni, mint a említett Fekete Győr András szájából, de az egésznek az a lényege, hogy az ellenzéki választó úgy érezze, hogy ők itt hatan mindennel foglalkoznak, és minden ellenzéki választó végül is
azt fölfedezi majd, hogy tényleg itt a kompetencia azért megvan egy kormányváltásra. Tehát ezt az érzetet kell előállítani ebben a nagy versengésben még az ellenzéki pártoknak. Nemrég jött ki a Mediánnak a közvéleménykutatása, amiből az derül ki, hogy áprilisról júniusra 2% ponttal növelte előnyét a Fidesz-KDNP az ellenzéki közös listával szemben. Hogy látják most, milyenek az esélyek, és vannak-e saját méréseik, azok mit mutatnak? Rotyis Bálintot kérdezem először. Én úgy látom, és itt először azzal kezdem, mint a közvéleménykutatása kapcsán, hogy ugye ezek mindig egy pillanatképet mutatnak nekünk. Tehát ezekkel mindig óvatosan kell jósolni, hogy mi lesz a vége, pláne úgy, hogy most azért nyár van, és az igazi kampány, én úgy gondolom, hogy össze fog elkezdődni, nem csak az előválasztás, hanem egy tényleges kampány is, ami egy nagyon intenzív, nagyon erőteljes kampány lesz, mindenki nagyon aktívan részt fog benne venni, úgyhogy én szerintem a közvéleménykutatási, a jelen pillanatban a közvéleménykutatási adatok alapján egyértelműen megjósolni, hogy ki fog nyerni, azt nem lehet. Azt szerintem ki lehet jelenteni, hogy azért összességében egy szoros versenyre kell készülni mindkét félnek, tehát nincsen lejátszva a meccs. Az ezzel kapcsolatos kutatás, hogy megint a levegőbe beszéljük a néni, én a Nézőpont Intézet kutatását tudom idézni. Ez június 15-én jelent meg. Mi azt látjuk, hogy a teljes népességen belül, amikor összehasonlítottuk a Fidesz és az ezzel szemben álló baloldali szövetségnek a táborát, akkor mi azt láttuk, hogy a Fidesz 40%-on áll, még a baloldal 36%-on, míg hogyha csak a legvalószínűbb listás eredményt nézzük, akkor jelen pillanatban a Fidesz 52%-ot kapna, a baloldal 43%-ot, is van egy 5%-nél egy éppár. De én azt mondom, hogy egyelőre kijelenteni, hogy akkor kinek áll a zászló, még nem lehet. Nagyon intenzív időszak következik majd, és minden politikus és párt azon lesz, hogy lehetőleg ezeket a számokat minél inkább átírja. Igen, hát tényleg nagyon egyetértek, hogy pillanatképek nagyon függ sok mindentől, hosszú eszmefutatásokat tartottam az elmúlt 30 évben, hogy mi minden okozhatja a közvéleménykutatások közötti különbségeket, ha valamire erre föl vagyok készülve, de tényleg egy ilyen helyzetben, amikor, ami azért nagyon régen volt, hát talán a 2002-es választások idején, amikor két nagyjából azonos erő versenyzett a hatalomért, de még talán 2006-ot is lehet, hogy ide vehetjük, de azóta már ez kikerült ugye a politika vérkeringéséből, ez a szoros verseny és a közvéleménykutatóknak az erre való mérési technológiájának a fejlesztése, hiszen mindig lehetett tudni, hogy körülbelül milyen az erőviszony. Itt legfeljebb az volt a kérdés, hogy a Fidesznek lesz-e kétharmada vagy sem. Én is azt gondolom, hogy szoros verseny van. Tegnap jött ki a mi közvéleménykutatásunk, ami egy ilyen döntetlen közeli állapotot mutat. Ellenzék 39, Fidesz-KDNP lista 37. Le is írtam a közleményben, hogy az elmúlt fél évnek az a közös üzenete az adatok alapján, hogy ez egy rendkívül szoros verseny, nem nagyon változik. Az ellenzéken belül voltak átcsoportosulások, az is izgalmas szerintem, mi még mérjük ezt az ellenzéki küzdelmet most is, meg a jövőben is. Nagyon érdekes volt látni a Jobbiknak az előretörését, és ami egyébként most megállt. Tehát, hogy ez egy döntetlen közeli verseny, azért azt is kell mondani, hogy a mostani adatok alapján a választáson az ellenzék, az választásra gondolva az ellenzék nem dőlhet hátra, mert ez a különbség, ez a 2% pontos különbség, tehát ez a döntetlen közeli állapot a listás szavazatokat tekintve, hogy azt mérjük, nem elégséges ahhoz, hogy mandátum többsége legyen. Hát ettől is izgalmassá válik a dolog, hogyha ez pont így lenne, hogy most a aktuális közvéleménykutatások vannak, akkor ugye a Fidesz-KDNP tudna kormányt alakítani, abszolút többségen, kétharmadossal feltehetően inkább úgy fogalmazok, nyilvánvalóan nem, és én azt látom, hogy így most a forróság kellős közepén azt mondhatom, hogy befagytak a pártpreferenciák. Igen, hogy Bálint mondta, majd ősszel, akkor elképzelhető, hogy azok a rétegek, akik most még csak távolról szemlélik ezeket a
csatákat a kormány különböző döntéseit, vagy az ellenzéknek az előválasztásos eseményeit, akkor, ha elindul az igazi kampány, akkor feltehetően majd egy részük elhelyezkedik erre-arra. Már behozok akkor most egy adatot, elkezdtük mérni a kampánynak az intenzitását egy kampányhőmérővel, a telexes kollégákkal, és ez 34-től 40 fokig tart a skála két végpontja, tehát ez a két végpont, mint az emberi testhőmérsékletet próbáltuk ezzel valahogy jellemezni, és 37,5 fokon volt a májusi állapot, tehát múlt havi állapot, ez már egy ilyen enyhe hőemelkedés talán, tehát valami azért már úgy van, bizonyos dimenziókban már egészen fölfűtött a két oldal, de szerintem a 37,5 fokból még magasabb is lesz. Én nagyon nem szeretném, ha 40 fok közelébe érnénk, mert akkor az azt jelenti, hogy már csak a politika és a politika ural mindent, és beszűrődik a mindennapokba, a hétköznapi viszonyokba. Hát azt hiszem az annyira már nem egészséges. Tehát meg kéne tartani a politikáját ott, ahol általában van. Fontos, de nem mindenható. Hát ezek nagy igazságok, és kíváncsian várjuk, hogy a forrósággal egyenes vagy fordított arányban fog majd növekedni vagy csökkenni a kampány hőmérséklet. Závetsz Tibor, Rotyis Bálint, köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.